Na, hát itt vagyunk ugye Halászfaluban. Hát ez ilyen. Lilasztok! A mai frissítést jöttem megmutatni nektek, nem egy nagyon hosszú frissítés. Nyilván nem, most nem azért mondom, hogy, hogy elégedetlenkedek, ne, ne értsétek félre. Csak rövid a idő alatt meg fogom tudni mutatni szerintem, hogy miről is van szó, pláne, hogy nem fogok tudni mindent megmutatni, csak elmondani. Ugyebár a legelső és legfontosabb, amit sejtettünk és tudtunk kb. És vártuk is elég sokan, én nem annyira, de ettől függetlenül azért megmutatom nektek, az ugye az, hogy megkaptuk az újra animált Jorviki pónikat. És attól függetlenül, hogy én annyira nem szeretem a pónikat, most fogok venni egyet, mert végül is a deres színű egész tetszik, és hát azért csak kíváncsi vagyok, hogy milyen is ez az új póni, mert hát ugye azt írták, hogy gyorsabb, meg mit tudom én, és kipróbáltam, mielőtt bárki kérdezné, a régi póni ugyanolyan lassú, tehát direkt mentem vele, és nagyon lassú még mindig, úgyhogy, és nekem ki van maxolva, úgyhogy... Nem, nem lett gyorsabb a régi, úgyhogy ne is várjátok, hogy az legyen. Na, hát akkor nézzük meg. Ugye itt vannak a tinta erőd uszájon, nem tudom, póni uszáj, igen, azt hiszem az a neve. A régiek eltűntek, mint látjátok, hát itt nagyon sokan vannak, és a legtöbben úgy látom pont ott vannak, ami nekem tetszik. De azért előtte megmutatom, ugyebár ez az, amit a live alatt animáltak meg, vagy micsoda, készítettek el, vagy nem néztem a live-ot, úgyhogy nem tudom, az a lényeg, hogy amit így a szavazatok alapján így megcsináltak, azt hiszem, hogy ez az konkrétan, így néz ki, de többet erről nem tudok elmondani, mert tényleg nem nagyon figyeltem az eseményeket, mert, ó, tesó. Szóval ezt így nem tudom. Ugye lett egy ilyen barna színű, vagy nem tudom milyen szín ez. Nem vagyok otthon ezekbe a színekbe, őszinte leszek. Úgyhogy van egy ilyen. És ugye bár a legtöbben itt állnak, van egy ilyen szép deres. Vagy tudom, hogy kinek szép, kinek nem, de... Aj, valahogy át kéne menjek a másik oldalra, mert nem látszódik szegény sok embertől. Bár úgyis őt fogom megvenni, úgyhogy őt úgyis meg fogom mutatni nektek. Úgyhogy akkor gyorsan meg is veszem, és aztán kihozom, és akkor úgy megyünk tovább. Hát ugye, mint látjátok, bocsi, közben ugye próbáltam picit belolvasni. Nagyon olcsó. Én megdöbbentem. Én azt hittem, hogy drágább lesz. Nem mondom, hogy nagyon drágának gondoltam, bár azon se lepődtem volna meg, de mit mondjam, 500 vagy mit tudom, tehát ilyesmire gondoltam, és ahhoz képest teljesen jó ára van. Sőt, igazából megdöbbentő. Nem tudom, talán nem szerették annyira a pónikat az emberek, vagy nem tudom, de... Hát... Na jó van. Hát akkor vegyük meg, aztán majd meglátjuk. Hát itt is van... ez a csodálatos póni. Na jó, igazából jobban néz ki, mint amire számítottam. És attól függetlenül, hogy nem szeretem a valóságban a pónikat, ahhoz képest végül is ez most így egész tetszetős. Úgyhogy, ha valamiért, bármiért pónira lesz szükségem, akkor valószínűleg örülni fogok, hogy most van, mert a régi egy kicsit idegesítő volt számomra. Bár leginkább csak a lassúsága miatt. Tehát tényleg az, hogy elmegyek A-ból B-be és elalszok közbe. Úgyhogy... mondjuk egy kicsit hátra rúgja a lábát, ahogy nézem, de... Jaj,
neki megyek valaminek. Hú, micsoda gyorsaság! Hát nem, én nem akartam bántani szegényt. Szóval, hát igen, ő gyors. Ő tényleg gyors. Igazából egész jó munkát végeztek most, én úgy érzem. Hát, szóval ő itt az új póni. Na de menjünk is tovább. Na hát itt vagyok ugye Halászfaluban, most itt van a lópiac. Először is azért is jöttem ide, mert itt szeretnék majd patkót venni. Másodszor is meg hát nyilván megmutatom nektek, hogy itt van a lópiac. Ugye ide kerültek a régi pónik is. És... végre megint van feladat a lópiacon. Hát komolyan mondom, azt hittem már nem lesz. De megint van, úgyhogy ennek most nagyon örülök. Úgyhogy tök jó. Ó, most már négy oldala van ugye a lókészletnek, gondolom így, hogy a pónikat is betették. Gondolom az utolsóban van, mindjárt meglátjuk. Vagy nem tudom. Aha, és itt vannak. Tehát, hogyha valaki meg szeretné még venni, akkor ugyebár itt vannak, ugyanúgy meg lehet venni. Ugye nekem ő van. Azt az igazság, nem emlékszem, hogy régen mennyibe kerültek, szóval, hogy most esetleg olcsóbb, de az az érdekes, hogy például ugye ez drágább, mint ez. Tehát így, na mindegy, szóval értitek. Na hát, lényegtelen. Az lényeg, hogy most Halászfaluban van ugye a lópiac, úgyhogy sajnos, aki nem tud idejönni, az nem tud most eljönni a lópiachoz. Viszont a későbbiekben itt megtaláljátok a negyedik oldalon a lovakat. Negyedik oldalon, ez olyan fura, de mindegy, értitek. Én viszont most veszek még egy patkót a lóra. Csak nem tudom már melyiknél van. Hát nem ennél, akkor a másiknál. Igen. Igen, azt. Úgyhogy most már elég gyors pacika. Még így egyes szinten is. Nos, hát amit el szerettem volna még mondani, ugye, ami szintén a mostani frissítésbe jött be, az egyik az, ami nagyon fontos szerintem, legalábbis nagyon-nagyon sokan örülnek neki, az az, hogy mostantól a nem riderek is tudnak ugrani, úgyhogy ez egy nagyon jó hír. Ezt most nem tudom kipróbálni, mert nincsen jelenleg nem rider karakterem, de már egy barátom már mondta, hogy ő nem rider és tudott ugrani, úgyhogy ez tök jó. A másik pedig az, hogy most kaptunk a lóhét alkalmából 7 nap istállólányt, ingyen istállólányt. Ezt sem tudom most így megnézni ezen a karakterem, mert ugye be van fizetve az istállólány, és egyébként meg nem emlékszem, hogy mennyi napra volt, úgyhogy, vagy nem tudom, hogy mutatná-e, de az a lényeg, hogy minden játékos kapott 7 nap ingyen istállólányt, és ezért most 7 napig le lesznek ápolva a lovaink, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív dolog szerintem, hogy ezeknek nagyon-nagyon örülünk most. És a Jorviki nyárközép fesztivál, vagy nem tudom minek hívják, ugye még javában tart, úgyhogy oda is látogassatok el, horgáztatok minden nap, bevallom, én nem horgáztam minden nap, de hogyha szeretnétek a dolgokat megszerezni, akkor még nyugodtan menjetek, csináljátok, vagy ha még nem csináltátok meg a feladatokat, akkor még van időtök, vagy ha csak szeretnétek egy kicsit zenélni a barátokkal, piknikezni, akkor ez most még mindig egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy én javaslom, hogy látogassatok még el akár a klubotokkal, és érezzétek jól magatokat. Nagyon szép nyarat kívánok nektek, most már így hivatalosan is, bár szerintem már azért egy jó ideje nyár van, de most már ténylegesen mindenkinek legyen nyári szünet, ne legyen több évzáró ballagás, meg ilyenek, mert most már
most már legyen tényleg mindenhol vége ennek, mert hallottam, hogy még van, aki még most ment, meg ó, ne, itt a nyár, úgyhogy élvezzétek ki. Találkozunk a következő videóban, lilasztok!